Itt vagyunk most Csaloklumban egy vasárnapi kajapiacon. Mindenhol mindenféle árusok. És én egy sushinál próbálom ki a szerencsémet. Vettem kaviárosat. Mindenféle halasat vettem, mert kaviár is elvileg. Kíváncsi vagyok, itt meg sütik vannak. Marha jól néznek ki ezek is. No, és a sushi után tök finom sushi volt, darabja 10 baht, ami azt jelenti, hogy egy sushi olyan 100 forint, ami szerintem marha olcsó. Sushi után belevetettem magamat a tengeri herkentyűbe, bár ez most annyira nem látszik, mert ilyen tojásba lett bele forgatva. De ez például rák, meg van polip is valahol a tojás alatt. Ez 70 baht volt, ami azt jelenti, hogy 800 forint. És a piac mellett ülünk. Itt vannak a mindenféle árusok. A piac szélére ültünk le. Gyönyörű, szép fekvésű ez a falu, ez a Csaloklum. Hegyek vannak körbe, vagy hát az egyik oldalon óceán, másik oldalon meg hegyek. Én meg az életemet kockáztatom otthonozok. Húha! Nem sokáig fogom ezt csinálni. De még ezt a kanyar talán be tudom venni. Várjál, merre ment a Zsolt haverom, basszus. Arra ment. Oké. Szóval erre vannak a hegyek. Erre meg az óceán. Nyelvileg erre megyünk tovább. Kajárdák mindenhol. Most elvileg egy magyar sráchoz megyünk, aki 15 évre kibérelt egy ilyen hotelszerűséget, ilyen bungaló központot. Zöldséges. Kajárda. Még kajálda, mindenhol kajálda. És akkor itt a tenger. És nekem itt valahogy be kellene fordulnom. Nem annyira egyszerű manőver. Egy kézzel motorozva. De úgy tűnik sikerülni fog. Yes! Na, és itt vagyunk még a csaloklumi kirándulásunknak a záróakordja. Most a tengerparton vagyunk, ugyebár megy le a napocska. Nem látszik itt a naplemente teljesen, de hát azért nagyon szép a naplemente. Még vissza akarok jönni, mert akarok enni pizzát, ilyen frutti di mare pizzát akarok enni még egyszer.